think about it. You cannot imagine about it. Also, at human awareness, you cannot conceptualize it. Nem tudjuk elképzelni, és ezen az emberi szinten nem tudunk fogalmat alkotni róla. Also, you cannot understand it through books, because it's all written. Ezen kívül nem tudjuk könyveken keresztül megérteni, mivel azok csak mentálisak. For that, you have to enter into another realm of awareness, which is spiritual. Ezért a tudásnak egy másik dimenziójába kell lépnünk, ami spirituális lelki. That means you have to become a spirit. Ami annyit jelent, hogy szellemmé kell válnunk, lélekké kell válnunk. You have been already told about this mechanism that is within you. Már elmesélték nekünk ezt a rendszert, ezt a mechanizmus, amely bennünk van. But you should not blindfolded believe it. De nem szabad vakon hinnetek benne. But keep your mind open like a scientist and treat it like a hypothesis. De tartsátok nyitva az elméteket, mint a tudósok is, foglalkozatok vele, mint egy elmélettel. If it is true, as honest people, you must accept it. Amennyiben igaz, mint becsületes emberek, el kell fogadnotok. Because it is for your benevolence and for the benevolence of the whole world. Mivel ez a te javatokra, az önök javára válik, és az egész világ javára válik. The truth is that you are not this body, mind, this ego or condition is. Az igazság az, hogy önök nem ez a test, nem ez az elme, nem ez az ego és nem ez a kondicionáltság. But you are the pure spirit. De önök a tiszta lélek, a tiszta szellem. And the second truth is that there is an all-pervading power of divine love which does all the living work. És a második igazság az, hogy létezik a mindenható erő, a mindenen átható erő, az Isten szeretet, amely minden elvégez. We see these beautiful flowers, we take them for granted, remember that? Látjuk ezeket a gyönyörű virágokat, és természetesnek veszük őket, pedig azok csodák. You see our eyes, which is a wonderful camera, a melanthem. This brain, which is a computer. We take everything for granted. Itt van a szemünk, amely olyan, mint egy kamera, mint egy maga a csoda, és itt van az agyunk, amely nem más, mint egy komputer. Mi mindent természetesnek veszünk, holott az egy minden egy csoda. Who has it? Ki készítette? Who runs our heart? Ki működteti a szívünket? They say it is autonomous nervous system. Azt mondják, hogy ez az autonómus idegrendszer. But who is this one? De ki ez az idegrendszer? Ki ez so, az autó? So far we have no self-knowledge. Eddig nem volt semmilyen önismeretünk. All world problems are because of human beings. A világ összes problémáját az emberek okozták. And all the human problems are because of their chakras, centers. És minden emberi problémát a csakrák, a centrumok okoznak, azokat találhatunk. If these subtle centers can be put right, then there should be no problem. Ezt a finom rendszert azonban nem lehet hozni, és akkor nem lesz semmilyen probléma. Moreover, at this human awareness, we do not know the absolute.
Ezen kívül ennél a, ebben a mostani tudati állapotunkban, emberi állapotunkban nem tudjuk mi az abszolút. That is why we are fighting with each other. Ezért harcolunk egymással. Some people believe that this kind of government is good, some believe that kind of government is good. Egyesek úgy gondolják, hogy ez a típusú kormánya jó, mások úgy gondolják, hogy másik típusú kormánya jó. Because we do not know the unity that exists within us. Mivel nem tudjuk, nem ismerjük az egységet, amely bennünk létezik. Now the greatest problem we are facing is fundamentalism. Most a legnagyobb probléma, amivel szembe kell néznünk, ez a fundamentalizmus. Because fundamentalists want to say their religion is the best. Mivel a fundamentalisták azt akarják mondani, hogy az ő vallásuk a legjobb. And they want to keep many religions. They want to keep many religions. És meg akarják tartani a sok vallást. And when we say that all the religions were born on one tree of spirituality, and there should be only one universal religion, they don't like it. És amikor mi azt mondjuk, hogy minden vallás ugyanazon a fán született, ugyanazon a vonalon született, akkor ezt ők nem szeretik. As long as there will be fundamentalism, there will be wars. Addig, amíg fundamentalizmus létezik, addig háborúk lesznek. There will be violence, there will be killing. Erőszak lesz, és gyilkosság. We have to find within ourselves what are we. Meg kell találnunk önmagunkban, hogy mit vagyunk mi. The nature of the spirit is that it's a universal being. A léleknek a tulajdonsága az, hogy ez egy univerzális lény. As it is outside, we laugh the same way, we cry the same way, we feel the same way. We are feeling from inside the same, all of us. Mi mindjárt ugyanúgy mosolygunk, nevetünk, sírunk. Ez a külső megjelenése a belső érzelmeinknek, amelyet mindjárt egyformán érzünk. We are not different people. Mi nem vagyunk különböző emberek. Only outwardly we may look different. Csak külsőleg tűnhetünk különbözőnek. So unless and until we understand that we are universally one, we cannot get over wars. Tehát mindaddig, amíg nem értjük meg, hogy mi univerzálisan az egész világon egyek vagyunk, addig nem tudjuk elkerülni a háborúkat. For that, you have to pick up the spirit. Ezért mindjárt önöknek a szellemére vágyunk. First thing that happens to you when this kundalini rises, that your physical, mental, emotional problems get solved. Az első dolog, ami történik, amikor a kundalini felemelkedik, hogy a fizikai, szellemi és érzelmi problémáink megszűnnek. It is a fact that there are three doctors who have got their MD in curing incurable diseases. Ez egy tény, hogy három orvos a gyógyíthatatlan betegségükből gyógyult meg ezáltal. By this kundalini awakening. Azáltal, hogy a kundalini felemelkedik. This power is the reflection of the Holy Ghost. Ez az erő nem más, mint a Szentlélek visszatükröződése bennünk. And the Holy Ghost is the primordial mother. És a Szentlélek nem más, mint az elsődleges anya. Those who do not believe in primordial mother are not understanding that she is the one who has created all these universes. Azok, akik nem hisznek az elsődleges anyában, nem értik meg, hogy ő az, aki teremtette ezt a világot. In the Greek mythology, she is called as Athena. I also saw a statue of Athena here in Budapest. A görög mitológiában Athénának nevezik, és Simadacsi látott egy Athéna szobrot itt Budapesten. And as Adishakti in Sanskrit language. És ezt Adishaktinak hívják a szanszkrit nyelven. Even Mohammed Sahaba said that paradise lies at the feet of the mother. Még Mohammed is azt mondta, hogy a paradicsom az Amenábainál fekszik, az Amenábainál fekszik. In the Gospel of Thomas,
He writes, authentically, Christ said that this is the mother who has bore me in a womb, but I have another mother with a big M cut. Tamás evangéliumában azt találjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy ez az anya, aki engem a szobában szült, de van nekem egy másik anyám, amely... So this is a reflection of that primordial mother in your familiar home, as you see here. Tehát ez a tükröződése az elsődleges anyának, amely itt található a szatóban, a keresztapban. She is your interior mother. Ő az önök egyedi anyja. And she knows all about. És ő mindent tud önökről. And she is the one who gives you your second birth. És ő az, aki önöknek adja a második születéseket. As your mother took all the trouble when you were born, she looks after. Mint ahogyan az önök anyja minden problémát magára vállalt, amikor megszülettek, ugyanígy a kundalini You do not get any trouble whatsoever. És semmiféle problémájuk nem lesz. On the contrary, you get connected to this all-pervading power. Ezzel szemben kapcsolatba lépnek a mindenen átható erővel. As this instrument is connected to the mains, you also get connected and then you have a meaning to your life and identity to yourself. Mint ahogy ez a mikrofon is összekapcsolódik a dolgon keresztül az összes többi rendszerrel, ugyanúgy mi is kapcsolatba kerülünk ezzel az energiával. But it's a living process, an actualization. It is not just putting your hand on your head and saying that actualization of public stable place. It's actualization. Ez tulajdonképpen egy élő folyamat, és egy aktualizáció egy élő folyamatnak, ami nem egyenlő azzal, hogy valaki a fejünkre teszi a kezünket, és azt mondja, hogy ezen nem meg vagyunk keresztelve. And you feel the cool breeze of the Holy Ghost coming out of your head, your head. És önök érezhetik a Szentlélek hideg szervét, amint az önök fején keresztül jön ki. Also for the first time, you see, feel this cool breeze of the Holy Ghost or the all-pervading power of God's love on your fingertips. És ezen kívül önök érzik a Szentléleknek, a mindenen átható erőnek az erejét az új vegyeiken, az ujjaikon is. This actually happens. Ez tulajdonképpen ez meg is történik önökkel. It is an experience. Ez egy tapasztalat. As soon as this happens to you, you develop a new personality, which we call as collective consciousness. Amint ez megtörténik önökkel, önök kifejlesztenek egy új tudati állapotot, egy új személyiséget, amelyet úgy hívnak, hogy kollektív tudat, közös tudat. You become collective. It is not just saying you have to be collective, you just become. Önök kollektívvé válnak, nem azért, mert kollektívvé kell válni, mert mondják, csak úgy kollektívvé válnak. And you can feel the centers of others also on your fingertips. Ezen kívül önök érezhetik más emberek centrumait is a saját kezükön. You can feel your own centers, you can feel the centers of others. Érezhetik a saját centrumaikat és más emberek centrumait. Now if you know how to correct these centers, then you solve the problem for yourself and for others. És hogyha tudják, hogy hogyan kell ezeket a centrumokat meggyógyítani, akkor megoldják saját és mások problémáit is. But you get the power to raise the problem. It's you, your own. És önök megkapják a hatalmat arra, hogy felemeljék a kundalinit. You always had this power, potentially beginning. Potenciálisan mindig megvolt önökben ez az erő. And whatever you might have done, whatever mistakes you might have committed, it is all there. És bármit tettek korábban, bármilyen hibát követtek el, ez minden, mind ott van. This divinity is of eternal life. Ez az Isteniség, ez örökké. It's all the time there existed. És mindig ott van és létezik. And only thing, it has to be awakened to manifest itself. Egyetlen dolgot kell megtenni, fel kell ébreszteni ahhoz, hogy kifejezze önmagát. Another thing
that happens to you, that you become thoughtlessly aware. Egy másik dolog, ami történik önökkel, hogy gondolatmentes tudati állapotba kerülnek. Means you become thoughtless, but you are aware. Ez azt jelenti, hogy nincsenek gondolataik, de tudatában vannak mindennek. That means you become one with the present. Ez azt jelenti, hogy egyé válnak a jelennel. And in that state you grow spiritually. És ebben az állapotban szellemileg tudnak növekedni. Whenever you want to think, you can think. Whenever you don't want to think, you can switch off your mind. Amikor gondolkodni akarnak, akkor tudnak gondolkodni, amikor nem akarnak, akkor csak egyszerűen kikapcsolják a szellemünket. Thus you jump into your own peace. Önök a saját maguk békéjébe ugranak bele. It's not just artificial. Ez nem csak mesterséges dolog. I know many people who have got peace prizes, international peace prizes. Ismerek olyan embereket, és önök is ismer olyan embereket, amelyek nemzetközi békedíjakat kaptak. But there is no peace with it. De nincs béke a lelkükben. It's just they are certified without any peace with it. Csak megkapták ezt a címet, anélkül, hogy bármilyen béke lenne bennük. Thus, for the first time, we know the reality. Ez az első alkalom, amikor megismerik a valóságot. And you enter into the kingdom of God. És belépnek a király, a Isten birodalmába, mennyországba. Of course, you become extremely dynamic, at the same time, very compassionate. Természetesen ebben az időben önök rendkívül dinamikussá válnak, és egyben együttérzővé is. In Austria, they have found out that 95% people who came to Soul Yoga gave up drugs completely. Ausztriában azok az emberek, akik a Soul Yogába jöttek, 95%-uk teljesen feladta a drogok használatát. Without any difficulty, spontaneously. Spontán módon, mindenféle problémá nélkül. There are so many advantages of becoming the spirit. Because that's the last breakthrough of your evolution. Nagyon sok előnye van annak, hogy a szellemi a lélekké válhatunk, ugyanis ez az utolsó áttörése az evolúciónak. But one thing is that one cannot force. Azonban egy dolog van, hogy ezt nem lehet erőltetni. Your freedom is respected. Tiszteljük az önök. Because you have to get your ultimate freedom. Tiszteljük az önök szabadságát, ugyanis magunknak meg kell kapni a szabadságot. Not can you pay for it. Nem lehet érte fizetni. What do we pay to Mother Earth for creating this flowers? Mit fizetünk mi a földanyának azért, hogy ezeket a virágokat növeszti nekünk? Nor do you have to put in any effort like standing on your head. Nem kell olyan erőfeszítéseket tenni, mint például a fejjelállás. Like I said, humble in heart, will own this earth. Krisztus azt mondta, hogy akik szívükben alázatosan, ők fogják ezt a földet birtokolni. So we have to be humble about it. Nekünk alázatosabbnak kell lennünk ebben a témában. It's not meant for people who are stupid or arrogant. Ez nem a buta és arrogáns emberek számára jött létre. For people who are seeking the truth, it is their right to have it. Azoknak az embereknek, akik keresik az igazságot, azoknak jogukban áll, hogy megkapják ezt. In this short time, as you know, it's very difficult to talk about this ocean of knowledge. Ilyen rövid idő alatt nagyon nehéz, hogy a tudás ebben a óceánjáról beszéljünk. But that is what you are. De ez az, amit önök. You just take 10 minutes. 15 minutes to jump into the kingdom of God. Csak 10 percbe kerül, hogy önök a mennyországba kerüljenek. But as I said, I cannot force on them. Mint ahogy Simataji mondta, ezt nem lehet erőltetni. Those who do not want to have it, I cannot force. Mindazok, akik nem akarják megkapni, nem lehet erőltetni őket. Such people should be in the hall. Az ilyen embereket megkérjük, hogy hagyják el a teret. Those who
want to have it, we have it. De azok, akik szeretnék megkapni, azok meg fogják kapni. I know some of you have lots of questions in your head. Simon Tatsi arra gondol, hogy néhányunknak sok kérdése lehet. I'm quite clever, I can answer all your questions. Simon Tatsi elég okos ahhoz, hogy válaszolni tudjon a kérdéseikre. But just now, if you can keep your questions on one side and write them down and send it over, we try to answer them right. Megkérjük Önöket, ha vannak kérdéseik, akkor írják azokat le, és mi megpróbálunk válaszolni rá a levélben. Better to get your enlightenment. Jobb, hogyha megkapják a világosságot. Now there are three conditions. Három feltétel van. First one is that you have to be absolutely confident about yourself that you all will get yourself realization tonight. Az első, mindjártunknak biztosnak kell abban lenniük, hogy megkapják az önmegvalósulásukat ma este. This is first condition. Ez az első feltétel. Secondly, not to feel guilty at all. Második, hogy ne jelen, ne legyen bűntudatok egyáltalán. You are all human beings. And if you have committed mistakes, it's all right, you are not gods. Önök mindjárt emberek, és hogyha hibákat követtek el, az rendben van, hiszen önök nem istenek. So, the most important thing is to understand that if you feel guilty, it's an artificial idea. Tehát a legfontosabb dolog, amit meg kell értenünk a bűntudatokban, az mesterséges dolog. If you have a mistake, better face it. Hogyha valamilyen hibát követtek el, inkább szembesüljenek vele. But if you feel guilty, then the center on the left-hand side is visually gets caught. De hogyha bűntudatuk van, akkor a bal visually csakra nagy problémái lesznek, akadályok lesznek benne. And as a result, you get diseases like angina, spondylitis, and lethargic organs. És ennek eredményeképpen különböző betegségeket kapnak, sajnos ezeket nem értettem. So why to feel guilty? Tehát miért kell bűntudatúnak lenni? That means you should be very pleasantly placed towards yourself. Ez azt jelenti, hogy nagyon kellemesen kell magukat érezni. You have to enter into the kingdom of God. Ahonnak a mennyországba kell belépnünk. The third condition is very simple. A harmadik feltétel nagyon egyszerű. The third condition is that you have to forgive everyone. A harmadik feltétel az, hogy mindenkinek meg kell bocsátaniuk. Some would say it is very difficult. Néhányan azt mondanák, hogy ez nagyon nehéz. But it's the most easy thing if you understand that logically, whether you forgive or don't forgive, you don't do it. De ez a legkönnyebb dolog, hogyha belegondolnak logikusan, hogy akár megbocsátanak, akár nem, nem tudnak a dolgon változtatni, nem tesznek róla semmit. Those who have troubled you are quite happy, and you are torturing yourself on their behalf. Azok, akik önöknek problémákat okoztak, elég vidámak, és önök csak magukat rombolják az ő számlájukra. So best is to forgive and don't even think about it, because you're hitting. A legjobb megbocsátani és nem is gondolni rájuk, mert csak fejfájást okoznak. That will really make you feel very much lighter. Ez igazán sokkal könnyedebbé teszi önöket. Also, the center here in the brain, as you see there, in the picture, one crosses over like this. És mint a centrumot, amit ott láthatnak, amelyen a két csatorna kereszteződik. And it's such a constricted one.
Ez egy nagyon szűk, szoros hely. Now, if you do not forgive, it will not open. Hogyha nem bocsátanak meg, akkor ez nem fog kinyílni. So, you have to forgive to open it like this. Önöknek meg kell bocsátaniuk, hogy így tudják nyitni. That's all. Ennyi az egész. It's very simple. Nagyon egyszerű. So I said it will take hardly 10 minutes more. Tehát körülbelül 10 további percben fog az egész kelleni. You should not see the watches. Nem kell az órát figyelnünk. And nobody should get up to disturb us. És nem, senkinek sem kell felállni közben, hogy másokat zavarjon. So now, we'll tell you how we are going ourselves to nourish our own centers. Most megtanuljuk azt, hogy hogyan tudjuk a saját magunk centrumait táplálni. Firstly, it would be better to take out our shoes because this Mother Earth helps us a lot. Először is jó lenne, ha levennénk a cipőket, mert az anyagban segít minket. Now please take your right hand
the lower portion of your abdomen on the left hand side. Kérjük, hogy tegyék a kezeiket a csípőcsontok tájékára, a bal oldalon. This is the center of pure knowledge. Ez a tiszta tudás centruma. Now raise your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side, please. Most helyezzék vissza a kezünket a oldalkosára, a felső hasonkézbe a oldalkosára. And now raise your right hand on your heart again. Majd ismét a szívükre helyezik a kezüket. Take your right hand in the corner of your neck and your shoulder and turn your face to your right. Majd tegyék a kezüket a nyak és a váll találkozásához és fordítsák a fejüket jobbra. I've already told you that when you feel guilty, this center gets spoiled. Srivataji már említette, hogy amikor önök bűntudatot éreznek, akkor ez a centrum, ennek a centrumnak vannak problémái. Now please take your right hand on top of your forehead across. És kérem tegyék a kezüket, a jobb kezüket, a tenyerüket a homlokuk közepére. And please put down your head. És kérjük hajtsák le a fejüket. This is the center where you have to forgive everyone in general. Ez az a centrum, ahol meg kell mindenkinek bocsátaniuk általánosságban. Now take back your right hand, back side of your head, and push back your head. Ezután tegyék a kezüket a tarkójukra, és hajtsák hátra egy kicsit a fejüket. This is the center where, without feeling guilty, without counting your mistakes, just for your satisfaction, you have to ask forgiveness from the divine power. Ez az a centrum, ahol a bűntudat nélkül és a hibáik számolgatása nélkül csak a saját megelégedésükre kell az isteni erőt kérni, hogy megbocsásson önöknek. Na, last center very important. Az utolsó centrum nagyon fontos. Stretch your back. Feszítsék ki a tenyerüket. Stretch your palm. Feszítsék ki a tenyerüket. Put the center of your palm on top of the fontanel bone area, which was a soft bone in your child. És tegyék a tenyerüket a kutacs területére, amely puha volt gyermekkorukban. Now, please bend your head. Kérjük, hajtsák előre a fejüket. Now, very important is to press back your fingers so that there's a good pressure on your scalp. Nagyon fontos, hogy feszítsék vissza az ujjaikat, és így van egy nyomás a fejükön. Here, you have to press the scalp and move. Itt meg kell nyomniuk a fejt, a fejet, és mozgatni a fejbőrt. Slowly, 7 times clockwise. Lassan, 7-szer az órajárásával megegyező irányban. Don't move your hand, move your scalp by pressing out your fingers. Ne a fejüket mozgassák, hanem a fejbőrüket azáltal, hogy a kezüket rányomják. Now please take down your hands and now you have to close your eyes. És kérem, most tegyék le a kezüket és hunyják be a szemüket. We see that both your feet are apart from each other. Kérem, ellenőrizzék, hogy mind két lábuk egymástól függetlenül. And there is nothing very tight on your waist or on your neck. És semmi nem szoros a derekukon vagy a nyakuk körül. Now please put your left hand on your lap. És kérem, tegyék a bal kezüket a lábukra, a térdükre. Now, you have to close your eyes. Meg kell csukniuk, meg kell hunyniuk a szemüket. Please don't open them till I tell. Kérem, ne nyissák ki őket, amíg Srivataji ezt nem mondja. You
can take out your spectacles. Levehetik a szemüvegüket. Please, now put left hand towards me on your lap and right hand on your heart. Kérem, tegyék a bal kezüket Srimataji felé, és a jobb kezüket pedig a szívükre. Here you have to ask a very fundamental question about yourself. Itt egy alapvető kérdést kell önmagukról megkérdezniük. Question can be asked, you can call me mother or Sri Mataji, whatever you like. A kérdést úgy lehet feltenni, hogy Sri Matajit anyámnak, vagy pedig Sri Matajinak szólítják, ahogy önöknek tetszik. So please ask the question in your heart. Three times. Mother, am I the spirit? Kérem, kérdezzék önmagukban háromszor, anyám, én a lélek vagyok? If you are the spirit, you become your guide, your master. Ha önök a lélek, akkor a saját maguk mesterük, tanítómesterükké válnak. So please take your right hand in the upper portion of your abdomen. Kérjük, tegyék a kezünket a boldogosság alsó részére. And here, you have to ask another question, three times. És itt egy másik kérdést kell kérdeznünk háromszor. Mother, am I my own master? Anyám, én a saját tanítómesterem, saját mesterem vagyok. I've already told you that I respect your freedom and I cannot force pure knowledge on you. Srimataji már említette, hogy nem erőszakolhat a tiszta tudásán, ugyanis tiszteli a szabad akaratunkat. So you have to ask her. Így önöknek kérni kell azt. Please take your right hand in the lower portion of your abdomen on the left hand side. Kérjük, tegyék a kezüket a bal oldalon a csípőcsontjuk környékére. Here you press it and ask me six times. Because this center has got six petals. Itt nyomják meg és kérdezzék hatszor, mivel ennek a centrumnak hat szirma van. Mother, please give me your divine knowledge. Anyám, kérlek, adj tiszta isteni tudást. As soon as you ask, amint ezt önök kérik, for pure knowledge, the kundalini starts rising. A kundalini felemelkedik. So please, take your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side. Kérjük, tegyék a jobb kezüket a boldogosarú bal oldali részére. Here now, you have to nourish this upper center with your self-confidence. Itt ezt a centrumot öröknek a magabiztosságukkal kell táplálni. So you have to say with full confidence 10 times, Mother, I am my own master. Tízszer kell mondani teljes magabiztossággal, anyám, én a saját mesterem vagyok. 10 times. Tízszer. Mother, I am my own master. Anyám, én a saját mesterem vagyok. I have already told you that you are not this body, this mind, this ego, this conditioning, but you are the pure spirit. Srimataji már említette önöknek, hogy önök nem ez a test, nem ez az elme, nem ez az ego és nem ez a kondicionáltság, hanem a tiszta lélek. So now, please raise your hand, right hand on your heart.
Kérjük, tegyék a jobb kezüket a szívükre. And ask here. És itt kérjék. With full confidence. Teljes biztonsággal. Or say it that Mother, I am the pure spirit. És állítsák, hogy anyám, én a tiszta lélek vagyok. We say 10 times. I have told you that this divine power is the ocean of knowledge, bliss and compassion. Srimad Bhakti már említette, hogy ez az isteni erő nem más, mint a szeretet és az együttérzés óceánja. But above all, it is the ocean of compassion. És mindenek felett ez az együttérzés óceánja. So now raise your right hand. Kérjük, emeljék a jobb kezüket. In the corner of your neck and shoulder. A nyakuk és a válluk találkozásához a bal oldalon. And turn your head to your right. És fordítsák a fejüket jobb oldalra. And know that whatever mistakes you might have committed can be easily dissolved by this ocean of forgiveness. És tudják azt, hogy bármilyen hibát követtek el, könnyen megoldható ennek a megbocsátásnak az óceánjával. So now here you say 16 times, Mother, I am not guilty at all. Itt 16-szor mondják, anyám, én nem vagyok bűnös egyáltalán. Now, raise your right hand. Emeljék fel a jobb kezét. 16 times you have to say it. 16-szor kell ezt mondaniuk. Put it on your, in the corner of your neck and shoulder, turn to your right properly. Ezt tegyék helyesen, pontosan a nyak és a váll találkozásához is. Fordítsák el a fejüket jobb oldalra. I've already told you, whether you forgive or don't forgive, logically you don't do anything. Simataji már említett, hogy akár megbocsátnak, akár nem, logikusan semmit sem csinálnak ezzel. But if you don't forgive, then you pray on all hands. De hogyha nem bocsátanak meg, akkor félrevetődik önmagukat. Here you have to say with full confidence, not how many times, from your heart. Teljes magabiztossággal kell állítaniuk, nem számít, hogy hányszor. Mother, I forgive everyone. You put your right hand on your head, on your forehead across. A jobb kezüket keresztben a homlokukra helyezik, és nem számít, hogy hányszor mondják, azt mondják, hogy anyám, megbocsátok mindenkit. És be előre hajtják a fejüket. Here you have to say, Mother, I forgive everyone in general. Itt azt mondják, hogy anyám, én megbocsátok mindenkinek általában. Say it from your heart. A szívükből mondják. Now, take this hand, right hand, the back side of your head, and push back your head as well.
Tegyék a jobb kezüket a tarkójukra, és hajtsák hátra a fejüket, amennyire csak tudják. Here you have to say again from your heart, not how many times. Itt ismét a szívükből kell mondani, és nem számít, hogy hányszor. Without counting your mistakes, without feeling guilty, for your own satisfaction. Nem érezve bűntudatot, nem számolva a hibáikat, csak a saját megelégedésükre. Please say, O Divine Father, please forgive me if I have done any mistakes, knowingly or unknowingly. Kérlek, Isteni erő, bocsáss meg nekem, ha valami hibát követtem el ellened, tudva vagy tudatlanul. Now, the most important last center. Most a legfontosabb utolsó centrum következik. Most a legfontosabb utolsó centrum következik. Please stretch your palm. Kérjük, feszítsék ki a tenyerüket. Please stretch your palm fully. Kérjük, feszítsék ki a tenyerüket teljesen. And put the center of your palm on top of the fourth bone in. És tegyék a tenyerünk közepét a kutacs terület közepére. Press back your fingers. Nyomják, feszítsék vissza az ujjaikat. Please put down your head. Kérjük, hajtsák le a fejüket. Here again, I cannot cross over your freedom. I respect it. Itt ismét Simataji tiszteli a mi szabadságunkat. You have to ask for self-realization. Önöknek kell kérdezni az önmegvalósulásukért. I cannot force it. Nem lehet erőltetni. So now please put down your head and move your scalp slowly 7 times clockwise, saying, kérjük, Mother, please give me self-realization. Kérjük, hajtsák előre a fejüket, és mozgassák a bőrt a fejtetőn 7-szer, órajárásával megegyező irányban, és kérjék, Anyám, kérlek, add meg nekem az önmegvalósulást. Take down your hands. Kérlek, and open your eyes. És nyissák ki a szemeinket. Put both the hands like this towards me. Kérlek, tegyék mindkét kezüket Simataji felé. Like. Úgy, mint ahogy tartja. Now, please put your right hand towards me like this, and with the left hand, see if there is a cool or a hot breeze like waves coming out of your fontanelle bone area. See with the left hand. A jobb kezüket tegyék Simataji felé, és a bal kezükkel próbálják meg megtalálni, hogy van-e hideg vagy meleg szellő, amely a kutas területről jön ki. Ne tegyék a fejükre a kezüket. Please bend your head, it's better.
Hajtsák le a fejüket, és jobban fogják érezni. Now, please put your left hand towards you. Most kérjük, tegyék a bal kezünket Srimad Tati felé. And put down your head. És hajtsák le a fejünket. And see with right hand, if there's a cool breeze coming out of your quaternary bone area. Some people get it close, some get far away. És kérjük, hogy a jobb kezünkkel próbálják megérezni, hogy van-e a kutas terület felett hideg vagy melegszelő. Van, aki alacsonyan, van, aki pedig magasabban érzi azt. If it is hot, that means you are not forgiven. Please forgive. Amennyiben az meleg, akkor nem bocsátották meg, így kérjük, bocsássanak meg. Alright. Rendben van. Now put your right hand towards me. Most tegyék a jobb kezüket Srimad Tati felé. And put down your head. És hajtsák előre a fejünket. And see with your left hand. És nézzék meg a bal kezünket. And there's a cool breeze coming out of your fortunate own head. Hogy találnak-e hideg szellőt, amely a fejük tetejéből jön. Or a hot breeze. Vagy pedig egy meleg szellőt. Now, please put your hands like this. Most kérjük, tegyék a kezüket úgy, ahogy Srimad Tati tartja. And watch me without thinking. És nézzék Srimad Tatit gondolatmentesen. Now, raise both your hands towards the sky like this. Most kérjük, emeljék fel mindkét kezüket az ég felé. And look up. És nézzenek fel. Here you have to ask any one of these three questions three times. És itt három kérdést kell háromszor megkérdezniük. Please ask three times whether is this the cool breeze of the Holy Ghost. Kérem, kérdezzék meg háromszor, hogy ez, anyám, ez a hideg szellője a Szentléleknek. Or whether is this the all-pervading power of divine love. Vagy pedig azt, hogy ez a mindenható szeretet, a mindenható Istennek az ereje, a szeretete. Or is this the Paramachaitanya? Vagy pedig az, hogy ez a Paramachaitanya. Ask any one of these questions three times. Any one. Bármelyiket ez közül a három kérdés közül tegyék fel háromszor. Now please bring down your hands. Kérjük, tegyék le a kezeiket. All those who have felt cool or hot breeze on their fingertips or on their palms or out of their fortunate bone area, please raise both your hands. Mindazok, akik érezték a hideg vagy meleg szellőt a fejük felett, vagy a kezeiken, vagy pedig a tenyerükön, kérjük, tegyék fel mindkét kezüket a levegőben. I bow to you all saints. Meghajlok önök előtt, a szentek előtt. Now you have started your saintly life. Most önök megkezdték a szent életüket. Please look after it. Kérem, gondoskodjanak belőle. We have a very good center here, where you all can meet. And we have to grow into spirituality. Itt van egy nagyon jó központ, ahol önök mindnyájan találkozhatnak, és lelkileg, spirituálisan fejlődhetnek. Within a month you can become masters. Egy hónapon belül mestereik lehetnek. Sahaja Yoga is not an individual movement, but a collective movement. A Sahaja Yoga nem egy egyedi mozgalom, ez egy kollektív mozgalom. You cannot just practice it at home, alone. Nem csak egyedül tudják gyakorolni otthon. You have to please come to the collective.
önöknek el kell jönniük a kollektívba, a közösségbe. All the subtle knowledge of the divine, you can master. Az Isten minden finom tudásának mesterei lehetnek. But you must give little time. De kis időt kell ráfordítaniuk. I hope you respect your self-condition and grow. Remélem, hogy Srimataji reméli, hogy önök tisztelik a saját önmegvalósulásokat, és növekedni fognak benne. Now Sahaja is working in 55 nations. A Sahaja Yoga most 55 nemzetben működik, 55 nemzet tagja a Sahaja Yoga. And people have become masters. És az emberek mestereivé váltak. Spirit is the source of joy. A lélek nem más, mint az öröm forrása. So just enjoy it. Így kérjük, hogy csak élvezzék, jól érezzék magukat. We got this. Isten áldja nekünk. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ist der Baum drauf? Ist okay, gell? Thank you.
Mm-hmm.